a fiúság szelleme. A fiúság szelleme, amivel úgy érzem, hogy foglalkoznunk kell. Mert sokszor akarja az ellenség elhitetni velünk, hogy mi csak egy ilyen kis megtűrt, senki, szürke templomi egerek vagyunk, akik Isten kegyelméből valahogy épp hogy csak bejutunk Isten királyságába, ha megfelelő módon földön kúszva, mászva alázkodunk meg mindenki előtt, aki azt mondja rólunk, hogy na jó, akkor most már Isten elfogad téged. És valaki dönt felettünk, hogy bemehetünk oda, vagy nem. No, az igének a tükrében fogjuk ezt megvizsgálni, hogy ez hogy is működik. Valójában kik vagyunk mi Krisztusban, és milyen jogaink vannak. Őrült nagy témakör, és én csak egy pár igével fogok ma dolgozni, munkálkodni, együtt munkálkodni a szellemmel, mert ez is egy munka, amit ő hozott a tegnapi nap során, amíg csendességben töltöttem vele az időt. Szombatot mindig úgy töltöm el az igében, hogy ő hadd szólhasson. Hadd hangozzék el az, amit ő szeretne közölni. Erre időt kell tölteni. És ez megtörtént, köszönöm neki a tegnapi napomat. Zsidókhoz írt levélben, az első fejezetben az első három verset szeretném nektek olvasni. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk a fia által. Ki az, aki által Isten szól nekünk ebben az utolsó időkben? Az ő választott egyszülött fia. Az Ószövetségben voltak a proféták általi közlések, kis proféták, nagy proféták, Ószövetség, vastag könyv, rengeteg üzenettel, amit Isten üzent a profétái által, de megkülönbözteti ezt az új korszakot, az új szövetség korszakát, hogy az utolsó időkben, vagyis az új szövetségben az ő fia által szól nekünk. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem kell máshonnan tudakozódnunk. Az ő fiával kell olyan közösségben lennünk, hogy meghalljuk, hogy mit mond az atya. Az atya a fia által fog szólni nekünk. Így folytatja, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván leült a felségnek jobbjára a magasságban. Nagyon-nagyon gazdag igerész, három mondatban, három versben. Jézusról sok-sok kijelentést lehet venni. Ebből talán az egyik, hogy ő elvégezvén a munkáját, amiért a földre jött, leült a felségnek a jobbjára a magasságban. Akkor ülünk le, ha elvégeztük a dolgunkat, ugye? Ha még van sok munkánk, akkor nem nagyon ülünk le, akkor igyekszünk azt elvégezni. Jézus azonban úgy ment föl a mennybe, hogy bemutatta a véráldozatát, és az atya ezt elfogadta, és utána azt mondta, ülj az én jobbomra. Ülj az én jobbomra. És Jézus ezt a helyet elnyerte. Isten egyszülött fia, aki által Isten a világot is teremtette, megkapta ezt a helyet, hogy ő Isten dicsőségének a visszatükröződése. Vagyis ha Jézusra tekintünk, akkor az atya ragyogását látjuk. Az atyának a ragyogását látjuk. És nekünk erre a dicsőségre szükségünk van, mert ebben kell járnunk. Ebben kell élnünk, ebben a dicsőségben. És ez a dicsőség, hogyha rátekintünk, ez elváltoztat minket is. Ugye 2 Korintusban van írva, 3.18-ban, hogy szemlélvén őt elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Kinek ne lenne erre szüksége, hogy elváltozzon? Van egy köztünk, aki azt merné mondani, hogy már tökéletes. Annak segítek. Annak segítek, és elviszem őt az igébe, ahol az van írva, hogy szemlélnünk kell őt, és miközben szemléljük őt, elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre.
Úgyhogy szükségünk van erre az elváltozásra, és megtanuljuk azt is, hogy az Atya az ő Fia által szól nekünk. Tehát ne keressünk máshol hangokat. Ne keressünk profétákat az Új Szövetségben, aki majd megmondja nekünk, hogy mit tegyünk. Ezt csak abban az esetben fogadhatjuk el, ha bennünk az már ott mocorgott, és ott volt, és Isten már szólt azt a szívünkhöz, és valaki ezt megerősíti, akkor kaptunk egy bizonyságot. De ha még soha nem hallottad ezt itt belül a szívedben, amit mond a proféta neked, akkor dobj egy puszit, és pálpá, és menj tovább. Akkor azt nem Isten szólta neked. Egy fontos dolog ez, és sok embert életét tette tönkre, hogy mit üzent neked Isten, és szólt valaki, ami abszolút nem volt a szívében. És olyan dolgokra vezette az életét, hogy kisiklott. Kisiklott életek lettek ebből. Ki legyen a feleséged, ki legyen a férjed, ilyen proféciák. Megmondják neked előre, és akkor te azon az úton haladsz, mert az Isten szólta. Isten nem így vezet az Új Szövetségben. No, ez csak egy kis kitérő volt, és most folytatjuk egy másik óriási, gazdag ige résszel, a Péter második leveléből. Nincs messze a zsidó levéltől, csak egy pár lapot kell lapoznunk, és ott vagyunk Péter második levelében, és az első fejezetnek fel fogom olvasni az elejét. Ebből egy nagyot vegyünk le, csak egyet. Jó? Nagyon, nagyon zúg. Igen, amen, amen. Tehát így szól az ige. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola. Azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek. Ami Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus megigazítása által. Amit szeretnék kiemelni az első versből, velünk egyenlő drága hitet nyertek. Írja azoknak az apostol, azoknak a hívőknek, akik ott élnek Ázsiában. És az apostol azt írja, hogy az ő hitével egyenlő drága hit van ő bennük is. Hogy tanuljanak meg magukra úgy tekinteni, hogy igenis tudnak pontosan olyan hatékonyan működni Isten királyságában, mint a legnagyobb apostolok, mert ugyanaz a hit van bennük. És tudjuk, hogy hit által pedig minden lehetséges. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerése által. Hogy kapjuk a kegyelmet? Hogy kapjuk a kegyelmet, és hogy kapjuk a békességet az életünkre? Nagyon vágyunk ezekre, ugye? Jézus megismerése által kapjuk. És ebből, ha ez felébred bennünk, akkor kell legyen egy kívánság, hogy szeretnénk a mi Urunkat még jobban megismerni, mint eddig. Valamilyen szinten mindannyian ismerjük, mert hiszen bennünk él. De ebben az ismeretben lehet növekedni, mert a teljes ismeretben még nem jutottunk el. Arra majd csak akkor jutunk el, amikor szemtől szembe látjuk őt. Addig pedig egy növekedési folyamatban vagyunk, és kívánjuk őt minél jobban megismerni. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való, az ő megismerése által, itt újra jön a megismerés, tehát az isteni erő nem tartott vissza tőlünk semmit. Az isteni erő mindennel megajándékozott minket. Hát ezt lemerek fogadni, a világembere soha nem hallotta. Hogy Isten volt olyan hatalmas és olyan kegyelmes, hogy mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Fenséges. Fenséges igevers, fenséges igazság. A saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket. Ez mind múlt idő, figyeled?
ő már megajándékozott bennünket. Tehát igazából ezek megtörtént dolgok, valós dolgok a Krisztusban, hogy azok által az isteni természet részeseivé legyetek. Ez egész egyszerűen első hallásra olyasmi, az ember rögtön visszamegy és elolvassa még egyszer, ez tényleg így van ide leírva? Isteni természet részeseivé lehettünk, és lettünk. És jelenleg ez az isteni természet a szívünkben lakozik. Ez azt jelenti, hogy az Istennek van egy lakozása bennünk, és körülöttünk, mert hordozzuk az isteni természetet. Hordozzuk ezt az isteni természetet, azért, mert részesei lettünk. Ha valamiben részesedik az ember, akkor az az övé, ugye? Akkor az az övé. Nagyon erőteljesen felhívom a figyelmeteket, hogy ezt a természetet nem elnyertük. Nem kellett valamit tennünk. Nem kellett valamit tennünk érte, hogy elnyerjük azt. Hát nem egy versenyfutás volt, aminek az első, második és harmadik helyezette elnyeri ezt a helyet. Nem elnyertük ezt az isteni természetet, hanem részesei lettünk. Részesített bennünket Isten ebben, mert Jézus Krisztusnak örökös társai lettünk. És amit Jézus Krisztus megörökölt, abban minket is részesített. Részes társak lettünk. Nem kellett csinálnunk semmit érte. Csak elfogadni Jézus Krisztus megváltói munkáját. És amikor elfogadtuk, akkor az Atya azt mondta, hogy a Jézus Krisztusban mindennek, ami az övé, te is részese vagy. Hangsúlyozom még egyszer, nem elnyertük, nem egy versenyfutásban futottunk, és az első három legjobb, aki befutott, az nyert koronát. Nem elnyertük ezt, hanem részes társai lettünk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a menny bennünk lakozást vett. Mert az isteni természet, az a mennyben van fent. Az isteni természet. És az isteni természet lakozást vett bennünk, írja szó szerint. És ez azt jelenti, hogy a menny bennünk lakozást vesz, és mi hordozzuk a menny dicsőségét itt lent a földön. Ezek óriási mondatok, és időzni kell vele. Isten országa ti bennetek van. Ugye tanítja az ige? A menny bennetek van. A menny dicsősége bennetek van. Na menjünk tovább egy lépéssel, egy gondolattal. Mit jelent ez? Ha te hordozod Istennek a dicsőségét, és részes társa vagy ennek az isteni természetnek, akkor mit jelent az, amikor te valakit megérintesz? Azt, hogy Isten természete akkor képes kiáradni. Mert te, amikor a kezedet teszed valakire, az Isten keze itt a földön. Jézus keze itt a földön. És Isten ereje fog áradni belőled, hogyha ennek tudatában van a szellemed és a lelked, és figyelmezel erre, és hitben cselekszel. Ha hitben teszed a kezedet valakire, akkor Istennek az ereje fog áradni, és a menny ereje munkával lép, és tudjátok meg, hogy a mennyben nincs betegség. Úgyhogy ha a menny ereje árad, akkor annak a betegségnek távoznia kell. A Jézus nevében. Ha megérintünk valakit, a menny érintését fogja megtapasztalni az illető. És azt fogja mondani, mi volt ez? Szinte egy szikrát lehet tapasztalni, amikor legelőször van ilyenben részünk. Én is tapasztaltam, mintha egy ilyen villamos kisülés lenne. Nagy hirtelen.
Aztán később, amikor az ember már jobban hozzászokik Isten kenetének az áramlásához, akkor már lehet, hogy nem fogja ugyanúgy érezni, mint első alkalommal, de szó szerint kézzel foghatóvá válik Isten jelenléte az emberen keresztül, ha hordozza magában Isten szellemét, ha részes társa lett az isteni természetnek. Te vajon részes társa vagy-e Krisztusnak és az isteni természetnek? Amen. Na, ez egy hatalmas dolog, és hogyha ezt fel tudjuk így fogni, hogy a Biblia ezt tanítja, akkor így kell legyen, akkor semmit nem tehetünk hozzá, és nem vehetünk el belőle, de nem is akarunk, de akarunk ebben működni. Működni szeretnénk ebben. Miért adta Isten ezt a nagy hatalmat, hogy részesített minket az isteni természetben, vagy ezt nem tartotta meg magának, hanem azt akarta, hogy mi ebben közreműködők legyünk. Hogy mi hordozzuk az isteni természetet, és járjunk úgy, mint Isten fiai itt a Földön. Ezek nagy kihívások és nagy szavak ma. De azt akarom, hogy az elméből, a gondolatok birodalmából menjen bele a szívünkbe ebből ma valami. És fog is. Mert folytatjuk az igéket. Efézus 3-ban az 10-es versnek van egy óriási titka megint, amit hordoz magában. Azt mondja a 10-es vers, hogy azért végezte mindezt Isten, hogy ismerté legyen most a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt a gyülekezet által az Istennek sokféle bölcsessége. Ez mit jelent? Hogy Isten a mennybéli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal nem tárgyal. Mert megvetették őt, mert ellenszegültek. Mert Istennek ellenállásában voltak, és azt mondta, rendben van. Megmutatom nektek az én sokféle bölcsességemet. De tudjátok, hogy fogjátok megismerni mindezt? Úgy, hogyha az emberre tekintetek, akit én teremtettem, és akit szintén bűnbe vittetek. Mert az ember bűn nélküli volt Ádám a kertben, mindaddig, amíg a sátán meg nem kísértette Lucifer, és az ember elbukott. Elkezdte a bűn természetét munkálni magában, és azt mondja Isten, hogy ezt az egész csoda dolgot, amit elvégzett az ő kegyelméből, ezt azért teszi, hogy megismertesse ezekkel a fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az ő bölcsességét. Mert ezek a fejedelemségek még mindig azt hiszik, hogy ők vannak felül. És ugye egy napon majd az övék lesz az egész királyság, de ez Istennél nem így van megírva. Azt mondja, hogy én az isteni jelenlétemben részesítem az embert, beemelem Krisztus testébe, és hogyha megvizsgáljátok majd a Krisztus testét, onnan fogjátok megismerni azokból a cselekedetekből az én bölcsességemet, mondja Isten. Óriási dolog ez. Nekünk tehát felelősségünk van abban, a gyülekezet által, itt írja, a gyülekezet által fogja Isten megjelenteni az ő sokféle bölcsességét, ezeknek a lepusztult fejedelemségeknek, hatalmaságoknak. Ők bukott szellemi lények. Bukott szellemi lények, legyőzött szellemi lények, de úgy látszik, még van velük dolgunk, mert meg kell nekünk mutatnunk, hogy bennünk isteni természet van, és ez az isteni természet legyőzte őket. És Istennek a bölcsességét, azt a bölcsességét, amit korszakokon keresztül hordozott, végül megnyilvánított, hogy a Krisztus ti bennetek, az Istennek a ma dicsősége, ez volt Isten titka. Azért volt a megváltás, hogy a Krisztus bennünk lehessen, hogy az isteni természet belénk költözhessen, hogy Isten természetének a részesei lehessünk, ezeknek a megnyilvánulásai által fogják megismerni a bukott lények, hogy Isten jelen van a Földön. Amen.
hogy Isten jelen van a Földön. Ez elgondolkodtat minket, mert ez azt jelenti, hogy nekünk sokkal nagyobb dicsőségben kellene és lehetne járnunk, mert valóban ez nekünk megadatott, és Isten szeretné ezt működtetni, hogy az ő bölcsessége nyilvánvalóvá lehessen a Földön. Mi általunk ezeknek a bukott lényeknek meg lehessen mutatni, hogy Isten igenis legyőzte őket, és hogy Isteni természet bennünk is lakozást vett. Olyan dicsőséges bizonyságtételekkel kell tehát járnunk, hogy mit jelent ez, fordítsuk le magyarra. Hogy olyan dicsőséges bizonyságtételekkel kell járnunk nap, mint nap, mert Isteni természet hordozójává lettünk, hogy ezek a bukott lények, a fejedelemségek, hatalmasságok, ezek megismerik Istennek a hatalmát rajtunk keresztül. Mert rá vagyunk ruházva ezzel. A Jézusnak a példáját hozzuk, mert ő ugye az, aki előttünk ment, és mindent elvégezvén felült az Atya jobbjára, és naponta örvendezhetünk ezen, hogy ő fent van az Atya jobbján, mert attól a pillanattól kezdve volt képes az Atya kiárasztani a Szent Szellemét a Földre. Mondta, hogy én elmegyek, de küldök valakit helyettem. És ha Jézus nem ment volna fel a trónig, akkor nem tudta volna elküldeni a Szent Szellemét. De a Szent Szellemét kiárasztotta, úgyhogy Jézus valóban föntül az Atya jobbján. Ez bizonyíték annak. És ennek naponta lehet örülni, hogy van egy, aki feltört az egeken fölül az Atya elé, saját vérével, és helyet foglalt, és ezáltal tudja megmutatni a Szent Szelleme által. Ezt a munkát, amiről most szó van, ezt mind a Szent Szelleme által végzi. Először Jézus tekintsük meg, jó? Jézus egy csoda példa nekünk. Mert Jézus azt mondta, én mindig azokat cselekszem, amelyeket az Atyánál látom, hogy ő cselekszik. Amelyeket tőle hallok, azokat cselekszem. Ez teljes engedelmesség. 100%-os engedelmesség. Egyszer gondolta volna másként, hogy de jó lenne más, hogy más úton menni Galileába. Úgy kellett mennie, ahogy az Atyától látta. Teljes engedelmesség. És ezt nekünk is tanulni kell. Nem a saját isteni erejében cselekedett. Mert Jézus is, ugye, mint ige, Istenként jött a Földre, de az isteni mi voltát letette. És emberként jött a Földre, és a Szent Szellem erejében cselekedte azokat, amik meg vannak írva, a csodákat, a jeleket, csodákat. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert nekünk Jézus nyomdokaiba kell lépnünk. Mindig hangsúlyozta, hogy az embernek fia nem azért jött, hanem azért. És akkor sorolta. Tehát mi, mint ember fia vagyunk itt a Földön, nem mint Isten fia, ugye? És fellettünk ruházva ezzel az isteni hatalommal, a Szent Szellem által. Jézusnak meg kellett mutatnia, hogy mi is képesek vagyunk mindarra, amit ő cselekedett, mert ő mint embernek fia jött a Földre. Mint embernek fia, a Szent Szellem erejében felkenve cselekedte ezeket a csodákat. Ezért mi is képesek vagyunk, sőt Jézus mondta, még nagyobbakat is fogtok cselekedni ezeknél, mert én az Atyához megyek, vagyis az Atya jobbján is van egy, aki nekünk drukkol, és itt lent a Földön is van egy, aki nekünk a segítségünkre van mindenben, Szent Szellem, vagyis ketten vannak már. És azt mondja Jézus, hogy nagyobbakat is fogtok cselekedni ezeknél. Nézzük meg a Jézus Krisztusi vízkereséget követően, amikor a Szent Háromság minden tagja jelen volt. Jézus ott, aki alámerült a vízben, a mennyei Atya, akinek a hangja hallatszott, ez az én szerelmetes fiam, akiben gyönyörködöm, és jelen volt a Szent Szellem, aki alá ereszkedett, és Jézus attól a pillanattól kezdve reászálva jelen volt a Szent Szellem jelenléte szüntelen. Mert Jézus engedelmes volt. Ez a Szent Szellem tudott vele együttműködni.
Vagyis így ebben a felkenetésben a Szent Szellem először Jézust a pusztába vitte. Megkísértetni. Gondolnánk, hogy ha mi Isten fia vagyunk, akkor, és most már Szent Szellem is így rajtunk van, és fel vagyunk kenve, akkor valami jó történik majd velünk. És erre Jézust a pusztába vitte el a Szent Szellem, hogy megkísértessék. Rögtön kezdődtek a próbák. A próbában vagy el ne keseredjél. Mert annak jó lesz a vége. Azért vezet oda a Szent Szellem, mert tudja, hogy ki tudsz jönni belőle. Ki tudsz jönni belőle. Elvezette így a Szent Szellem Jézust a pusztába, és ott az ördögtől megkísértetett. Méghozzá 40 napig. Azért az egy jó kis idő, úgyhogy közben nem eszel semmit, nem iszol semmit. 40 napig. És a kísértés igazán abban állt, hogy amikor megszólalt az ördög, hogy na, ha Isten fia vagy, parancsolja köveknek, hogy váljanak kenyérre, hogy ehess végre valamit. Jézus kibírta a böjtöt, egy napig tovább is kibírta volna. Nem ebben volt az igazi kísértés. Abban volt az igazi kísértés, hogy az ördög állt előtte, akit Jézus teremtett. Hogy az Atya teremtett mindent a Jézus Krisztus által. Vagyis alattvalója volt a lábai előtt. És mégsem pusztíthatta el. Egy szavába került volna. Azt, ahogy mondta volna, hogy mostantól a tenger feneke és többé soha ne lássalak. És nem tette. Mert nem ezt látta az Atyánál. Nem ezt látta az Atyánál, hanem a kereszt halálig engedelmeskednie kellett. Az összes próbán végig kellett mennie. Hogy az engedelmességben tökéletességre jusson. Tehát ott volt a nagy kísértés, hogy Jézus megtehette volna, hogy ez a kis piszok légy mit piszkálkodik itt, és eltörli az útból, és végig kellett mennie rajta. Ezeken a kísértéseken. Mert ez volt az Atyának az akarata. Hogy Jézus a kereszt halálig engedelmes legyen. Mi érettünk? Mi érettünk? Kiszabadíthatta volna magát, mondta, hogy egy 12 légió angyalt hívhatnék most a keresztre feszítése előtt, mondta. Kiszállhatnék ebből az egész buliból, ha akarnék, de itt kell maradnom. Tehát Jézus soha nem tehette meg azt, amit ő maga szeretett volna, hanem az Atyára tekintve, annak az engedelmességében kellett mindent cselekednie. És mindez mi érettünk volt. Azért, hogy mi bennünk Isten lakozást vehessen. Ez volt a végeredmény. Megváltás, megtisztítja az embert, újjáteremti, lakozást vesz benne. Hogy Isten lakozást vehessen a földön. Hogy nekünk örök életünk lehessen. Hogy az örökkévalóság Atyától részes társak lehessünk. Örökös társak. És ez adatik nekünk. Nem elnyerjük azt. Ezt ma sokat fogom hangsúlyozni. Jézus később mondja, hogy elmegyek az Atyához, és küldök néktek egy vigasztalót, egy másik vigasztalót. És ő pontosan ugyanúgy, csak azt fogja cselekedni, amit lát az Atyánál. Ő sem fog a saját akarata szerint tenni semmit, csak amit lát, odafönt az Atyánál, mert az Atya akaratának kell beteljesedni. És amit lát az Atyánál, azt fogja cselekedni. És ez pedig a vigasztaló. Ezt a drága, szent, isteni természetet nem lett volna képes egyetlen ember sem elnyerni a saját tökéletességében. Nem tudtuk volna kiérdemelni. Úgyhogy meg se próbáljuk soha. Nagyon sok keresztény ott bukik el, hogy megpróbál jobb lenni, és akkor majd elnyer valamit Istentől. Miközben már minden a miénk.
És az ördög jól rászedett minket, mert bevisz minket a bányába, hogy valamiért jó, meg kell munkálkodnunk, és azért nincs nekünk, mert ez meg az, és hozza a kárhoztatásokat, miközben nekünk nincs már többé kárhoztatásunk, akik Krisztus Jézusban vannak, mert Jézus elszenvedte azt a kereszten. A bűneinket, a betegségeinket és a kárhoztatásainkat. Vagy te szabad vagy? Teljesen szabad. Részes társak. Örökös társak Jézussal. Ez azt hozza magával, hogy egy atyaságban lehetünk a mennyi atyával, az Istennel, a Teremtővel. Jézus minket azáltal, hogy az engedelmességéből meghalt, és harmadnapon feltámadott egy új életre, és mi vele együtt feltámadtunk, nem csak Jézusnak lett az atya, maga Isten, hanem a mi atyánk is lett. Egy atyaságot hozott ide le a földre, és ez az atya, ez a mennyei szerető édesapa, egy féltőn szerető apa. Te félted-e a gyermekedet bármitől, amikor elmegy otthonról? Elmondasz egy imád, hogy csak semmi gonosz ne érjen, befedezés a Szentvérrel, oltalom. Félted-e a gyermekedet a gonosztól? A gonosz itt van a világban. A mennyei atya is féltőn szerető Isten, így van írva. És mennyei atya lett neked. Az Istenből atyává a Jézus Krisztus áldozata által lett. Neked egy mennyei drága szerető édesapád van, aki féltőn szerető Isten. Ez azt jelenti, hogy állandóan láthatod magadat az ő karjai között, ahogy óv téged. Megigazultsága előtted jár, dicsősége követ, karjaival körülölel, féltve vagy. Az atya egy féltőn szerető Isten, aki neked az atyaságban adatott, és így lehetsz részes társ örökösségben. Egy csoda ez, mert az atya szemmel tart téged, szüntelen. Éjjel-nappal megőriz téged. Szemei rajtad vannak. Az isteni természet hordozásában is nagyon fontos vagy neki, hogy azok megnyilvánuljanak. De ha azok nem jönnek úgy elő, ahogy ő szeretné, akkor is ugyanúgy szeret téged. És azt mondja, majd a következő alkalommal ügyesebb leszel. Csak menjünk tovább. És ne kárhoztasd magadat. Nem jöttek úgy most elő a dolgok, ahogy vártad, vagy ahogy láttad belül, attól én még ugyanúgy szeretlek téged. Feltétel nélküli szeretet. Feltétel nélküli szeretet. Ugyanis nem tudnánk mivel elnyerni. Nem lehet elnyerni. Odaadta nekünk. Odaadta nekünk. Hogyan lehet aktiválni ezt a bennünk lévő isteni természetet? Ha az valóban bennünk van, akkor az miért nem jelenik meg sűrűbben az életünkben? Lépten nyomon, ahogy az apostolok, ahogy árnyékútól gyógyultak a betegek, betegágyakon hordozták oda őket. És minden napos volt a jelek és a csodák sokasága köztük. Hogy létezik, hogyha ugyanaz a természet van bennünk, és hogyha velük egyenlő hitet kaptunk, ezt is felolvastam az 1-2 Péterben, velük egyenlő drága hitet nyertünk, akkor annak ugyanúgy kellene működni. Eddig együtt vagytok velem? Amen. Hogyha ezt a bennünk lévő természetet lehet aktiválni, akkor azt hogyan kell? Ugyanis mozgásba kéne hoznunk, hogy működjön, hogy jobban működjön. Saját életünkben is nyilván, mert mi sem szeretünk betegek lenni, de hány olyan beteget látsz, akit úgy szeretnél meggyógyítani? De te magad nem tudod. Viszont
van benned egy isteni természet, amely ha kiárad, akkor ez a dolog egy szempillantás alatt el van végezve. Múlt héten itt az Isten tisztelet után jött valaki, és csak elkezdtünk beszélgetni. Az egész Isten tisztelet alatt nem volt jelen az a gyógyító ajándék. Oda jött beszélni velem, egyszerű hittel jött, és én álltam itt ebben a sárkenetésemben, ahol a pulpituson is vagyok, és az illető egy szempillantásban meggyógyult. De miért nem gyógyult meg a helyén, amikor ott ült? Mert akkor nem hitte, hogy valaki úgy meghallgatja, mint amikor hozzám jött. Amikor hozzám jött, akkor úgy jött, mintha Jézusnak mondaná. Teljesen kiöntötte a szívét. És abban a pillanatban megvolt a Szent Szellem mozdulása. Mondta, jé, hát tényleg, elmúlt minden fájdalma, meggyógyult, és az Istené a dicsőség azért a sok bizonyságért, ami az imakörökben is történik. Tudod miért? Mert a magad hitében nem vagy olyan biztos, de amikor érzed azt, hogy a másik is imádkozik, érted, meg még ott van száz másik testvéred, aki buzgalommal imádkozik, érted, akkor azt mondod, hogy na ennek az imának már meghallgatást kell nyerni, és akkor így biztatod magad, akkor beindul ez a csodatévő erő, ez a gyógyító erő, és óriási dolgok történnek. Ketten-hárman összegyülekeztek, ott vagyok közöttük, mondja Jézus. Nem csak bennük, mert ha egyedül gyülekszelsz te magad, akkor Jézus benned van. Az is elég. Mert nem vagy egyedül, mert te meg Jézus. Ketten együtt legyőztétek a világot. Győzedelem benned van, mert a Jézus ezt a győzelmet megszerezte neked. De amikor így erről szól a gyülekezet, akkor összefogunk. És egységben vagyunk. Az egység nagyon fontos. Mert ha már valaki egynek másfelé húz a szíve, az jobb, ha nem jön be a gyülekezetbe, mert megrontja azt a gyönyörű egységet, amely a Szent Szellem szeret áradni. Neki az egység a mindene. Egy a keresztség, egy a hit, egy az Úr. Egy kiszusi testet lát. És nem sok felé szakadozott kis keresztény szaggatott szegregációkat, akik mindenfelé vannak, és nem találják a helyüket a világban. De ami lényeg, hogy amit mondani szeretnék, hogy lehet aktiválni ezt, visszatérünk ide. Hogyan lehet aktiválni mindenki számára elérhetővé tenni, fülben pedig megy a gyógyító kenet most, azt megköszönjük az Atyának, hogy mostantól jobban hallunk. Hogyan lehet aktiválni ezt a bennünk lévő isteni természetet, mert ez mindenre képes. Lecsendesítette a tengert, megsokasította a kenyeret és a halakat. Milyen jó lenne ez a mai válságos időkben. Kifogy a kenyér a polcról, és akkor sokaságát szólíthatnád elő a kenyereknek. Vagy a halottakat támaszthatnád föl. Smith Wigglesworth dokumentáltan 17 vagy 19 esetben ment be a koporsóhoz, és emelte ki a holttestet, és a falhoz állította, és azt mondta, hogy a Jézus Krisztusi élet megláttatik benne a feltámadás erre, és feltámadt a halott. Ez bennünk van. Mindannyiunkban, és aktiválni hogyan lehet. Amikor Isten természetét akarod látni mozgásban, akkor az úgy kell működtetni, ahogy az ő természete működik. Az isteni természet pedig azt keresi, mit tudok adni neked. Nem saját magát keresi, hanem azt, hogy mit tudok adni neked. Mit adhatok neked. A szeretet, ez a szeretet, ami Istenben van, ez adni akar. És tanulságos, és ezért elmondom nektek ezt a rövid részt a Bibliából, a Márk evangélium 10-ből, azt a gazdag ifjút, aki Jézushoz rohant. Ez mutatja, hogy őt nagyon foglalkoztatott valami. Nem csak úgy, hogy egyszerűen útjába akadt Jézus, vagy jött Jézus, hanem Jézus elé szaladt. Vagyis őt nagyon-nagyon foglalkoztatta valami, és tudni akarta a választ Jézustól.
Ez Márk evangélium 10. fejezetében van, és 17-es verstől elolvassuk. Mikor útnak indult, ez drága Jézusunk, hozzá futott egy ember, és letérdelvén előtte kérdezi vala őt. Tehát látod, ebben az emberben alázat volt. És ebben az emberben nyitottság volt. És hajlandó volt arra, hogy mindenki előtt megalázza magát, letérdelt az Úr elé. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? És ismeritek Jézus válaszát, azt mondja, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. A parancsolatokat tudod. Ugye azért tért Jézus itt a parancsolatokra, mert még itt a törvény alatt voltak a hívők, az Ószövetség törvényei alatt jött Jézus a földre. Ezért Jézus a parancsolatokra utal, hogy ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot, ne tégy, kárt ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Ez a fiatal ember pedig felelvén azt mondani neki, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, attól a pillanattól kezdve, hogy a törvény érvényét vette az életében, az ifjúságomtól fogva. Tehát azt mondja, hogy ebben nincs hiányosság az életemben, ezt én mind megtartottam. És amikor úgy állunk Isten elé, hogy mi tökéletesek vagyunk, akkor mindig bajba kerülünk. Ez az ifjú is így lett. Jézus pedig rátekintvén megkedveli őt. Tudjátok, miért volt tetszésére Jézusnak ez a fiatal ember? Mert szaladt Jézus elé, tele volt lendülettel. Olyan akart lenni, mint Jézus. Jézus az örök életről beszélt. Mit kell tennem? Tudni akarta az igazságot. Tudni akarta Jézustól az igazságot. És utána állítja, hogy hát én ebben mind tökéletes vagyok. Jézus meg mosolygott. Látom, hogy Jézus mosolyog rá, és azt mondja, hogy megkedveltél mondani ki, egy fogyatkozásod azért még van. És ha te úgy mész oda Istenhez, hogy te is tökéletes vagy, akkor neked is azt fogja mondani, hogy figyelj, ezekben innentől ideig már teljesen tuti tökéletes vagy, de mi van ezzel? És rámutat valamire, ami el kell kezdened dolgozni. Mert mi tökéletesek, csak ő benne vagyunk. És ha valaki felfúvalkodik, mert azt hiszi, hogy ő már olyan tökéletes mindenben, akkor mehet a sor végére is kezdheti előről. Mert tökéletes csak egy van, a Jézus, így jött a fiatalember is. Azt mondja neki Jézus, hogy eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár és kövess engem, és vedd fel a keresztedet. No, tudjátok a folytatást, az pedig elszomorodván a beszéden, elment búsan, örömmel jött, és búsan távozott. Pedig Jézussal beszélt. Azért ez nem semmi. Oda szaladni Jézushoz nagy örömmel, várni a kicsattanó jó választ, és talán búsan az orrát lehorganyozva elment, lógatva az orrát. Miért ment el búsan? Mert sok jószága volt. Vagyis egy gazdag ember volt. És Jézus azt kérte tőle, hogy ezt add el. Mindenedet, amit van, add el. És utána a pénzt hozz ide be az én szolgálatomba. Ezt mondta Jézus. Sok szolgálat itt csúszik el. Eladatják a két lakásod van? Egyiket add csak el. Hozd be ide, az Úr elé. Mint ha Jézus nem ezt tette volna. Jézus nem ezt tette. Jézus azt mondta, add el mindenedet, vagyis szabadulj meg tőle. Ne legyen ez számodra kötés, hogy ebben a gazdagságodban bízol. És talán add el, add oda a rászorulóknak, a szegényeknek, akiknek tényleg szükségük van rá. És nagy jutalmad lesz az Isten országában. Jézus pedig körültekintve mondott tanítványainak, mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. És még az egymagában nem lett volna baj, hogy gazdagsága van. Az egy nagyon jó dolog, ha gazdagok vagyunk.
Ki az, aki nem szeretne gazdag lenni? Hát az egy bolond ember, nem? A gazdaság az egy szuper jó dolog, mert jut neked, és még jut másoknak is. A gazdagsággal akkor kezd baj lenni, amikor a gazdagságban elkezdenek úgy bízni, hogy mindenek fölé helyezik azt, és annak a fiatal embernek ez volt a baja. Ő a gazdagságában jobban bízott, mert nem tudta elengedni, mint hogy Jézusba bízott volna. Odaadja mindenét, szétosztja, és megy Jézussal. Vagyis a bizalma mostantól nem a gazdagságában van, hanem Jézusban. És Jézusnak gondja lett volna rá, hogy bőséggel visszakapja azt, hogy olvassátok tovább, látjátok, megsokszorozza. Tehát a fiatalember nem tudta elengedni a gazdagságát. Neki a gazdagsága előbbre állt, mint Isten a szívében. És ez volt az egy hiányossága. És lehetett volna Jézus tanítványa, az első tanítványak közül lehetett volna, ha ezt a gazdagságot el tudja engedni. És ha lett volna annyi bizodalma és hite, hogy a 100 annyit visszakapja, mert Jézus azt tanította, hogy ha el tudod ajándékozni, 100 annyit kapsz még ebben az életben, és a elkövetkezendő életben meg örök életet. Ezek Jézus szavai? Visszakapta volna. Na, nálunk ugyanez a helyzet. Bízni az Úrban, és nem bízni a gazdagságunkban. Vagyis el kell tudni engedni. Ha az Úr azt mondja, hogy engedd el, mert ez köt téged, és nem vagy szabad. Nem vagy szabad nekem, mondja az Úr. Azt el kell engedned. Ez aktiválja a benned lévő isteni természetet, mert Isten is ugyanígy adott volna annak a szegénynek. Ez a fiatal ember a vagyonában bízott. Mi Istenben bízunk, és Isten megadja nekünk a 100-szorosát mindannak, amit eddig adakoztunk, és amit ezután fogunk, gyülekezetnek, szegényeknek, bárkinek. Bárkinek. Akinek csak az, aki a szíved vezet. Egyszer elgondolkodtam rajta, hogy hány darab fém százasnak kell lenni nálam, míg elmegyek az egyik helyről a másikra, az összes lámpánál jönnek és kéregetnek. Na most mindnek nem tudok adni. Mert annyi hely nincs a sebváltó mellett, az autómban. De akinek a Szent Szellem mutatja, és érzem a szívem, hogy adnom kell, annak fogok adni. És ez az adakozás örömmel jár. Felszabadít egy örömöt bennünk. És a kevésből is lehet adni. Az nem igaz, hogy nekem olyan kevés, amit nem tudok adni. Ezt felejtsük el. Mert akkor Isten nem mondaná, hogy adjunk. Adni kell, és ő pedig 100-szorosát adja majd neked vissza, és hogy és mikor az ő dolga. Nem mondd, Uram, hogy ez nem igaz, mert nem tetted meg, mert Istennel nem lehet így pereskedni, meg perlekedni. Az az ő maga idejében, ő elkészítette a megoldást, és fognak jönni vissza az elvetett magok 100-szorosai hozzád. A gyülekezet ma nagyon hasonlít, az egész gyülekezeti test szellemi állapota. Nagyon hasonlít az Emmauszi úton lévő két tanítvány és a Jézusi jelenés párbeszédjével. Azt történik ugyanis, hogy a feltámadás reggelén ez a két tanítvány megy Jeruzsálemből Emmauszba, és megjelenik Jézus nekik, mert ők Jézusról beszélgettek. Ezt figyeld meg, elkezdesz beszélni a Jézusról, ott lesz egy isteni jelenlét, ami nem volt ott előtte. Mert a Szent Szellem bizonyságot tesz. Elkezdesz beszélni a Szent Szellem ajándékairól, és a Szent Szellem ajándékai felerősödnek. Na, ez történt velük is. Elkezdtek beszélni Jézusról, hogy mi történt vele, és Jézus ott termett mellettük az úton. De úgy ám, hogy nem ismerték föl. Jézus nem engedte meg, hogy meglássák, hogy ő az, tehát a szemüket elhomályosította a látástól, de beszélhettek vele. És eljutottak egész Emmauszig, beszéltek, hogy mi történt az úton, és Jézus próbálta nekik felfedni az írásokból, hogy így kellett lennie, a Krisztusnak el kellett szenvedni ezeket.
Beérnek be Emmauszba, és Jézus tovább akar menni. A tanítványok meg be akarnak menni Emmauszba. És akkor azt mondják a tanítványok, hogy gyere be mi hozzánk, ne menj tovább. Jézus tovább ment volna. És a tanítványoknak a szíve vágya volt, hogy ez, akivel itt beszélünk, ez a csoda lény, aki Istennek ezt a jelenlétét hordozza, gyere be mi hozzánk. Ez a, amikor ugye Jézus kopottat az ajtón, és én behívjuk őt. Hogy vele vacsoráljunk. Ez szükséges ma a keresztények életében, hogy hívjuk az Úr Jézus be a mindennapjainkba nagyobb mértékben és nagyobb lendülettel, hogy ő ennek a hívásnak eleget tudjon tenni, mert Isten meghívásra működik. Ha meghívod őt, akkor jön be hozzád vacsorálni. Addig ott áll az ajtó előtt és zörget. És amikor te meghallod ezt a hangot és behívod őt, akkor egyetlen egy alkalommal nem lesz, hogy azt mondja, hogy nem érek el, tovább kell mennem. Nem, bejön hozzád, veled vacsorál, és te pedig ő vele. És a közösségben növekedés lesz. Itt tart ma a gyülekezet. Növekednie kell a Szent Szellem közösségében. Tanítványoknak nagyon könnyű volt, mert látták Jézus testben is, meg a csodákat. Az ő számukra sokkal természetesebb volt, hogy annak a vaknak télig megnyílik a szeme, és csodák történnek, mert kiképzésben volt részük. 3,5 év kiképzésben volt részük. Aztán az inukba szállt a bátorság, amikor látták Jézust a kereszten, de aztán látták Jézust 3. napra föltámadva is. És egy új életet kaptak. Nézd meg Péter prédikációját pünkös napján. 3000 ember megtért. Hát egy olyan lendületet kaptak, ami nekünk is ott kell, hogy legyen. Mert Jézus, ahogy őt meghívták, bement hozzájuk. És Jézust, ha meghívod, közelebb hívod az életedbe, hozzád is közelebb fog jönni. Mert a bennünk való lakozása, az azt jelenti, hogy a szellemünkben lakozik. De több teret adni neki a gondolatainkban, a cselekedeteinkben, a párbeszédeinkben. Jézussal igenis lehet beszélgetni. Amikor senki nem hallja, akkor a legjobb, mert akkor nem hiszik, hogy bolond vagy, de különben azt se számít, ha azt hiszik, hogy bolond vagy, de mindegy. Szóval, drága Jézus, te mit tennél a helyemben? És akkor elmondod neki, fölveted, és te neki kicsit hallgatsz, és akkor fogod hallani, hogy ő mit mond. És megint lehet egy apróbb témában megkérdezni a véleményét. És Jézus örülni fog, és kibontja neked, hogy ő mit tenne. Mert ő vágyik rá jobban, mint te gondolnád. Mert részes társak vagytok. Ez azt jelenti, hogy ő sem tud jobban működni itt a Földön, ha te nem nyilvánulsz meg. Mindenkinek a maga helyén kell lenni, és a maga dolgát kell végezze, hogy az egész együtt jól működjön. Hogy kiáradhasson az a gyönyörű Szent Szellem, aki készen áll erre, hogy meghódítsa a világot. Az utolsó kiáradás előtt vagyunk. Tudod-e, hogy az utolsó kiáradás hogy történik majd? Nem egy-egy nagy hős jelenik meg, mint a régi századokban feltörte a fejét egy hatalmas név, és óriási tömeget értek meg. Az utolsó kiáradás nem ilyen lesz. Ott az egész Krisztus teste egyszerre kel fel, és felébred mindenki. És felébred mindenki, és a Szent Szellem mindenkin keresztül meg fogja tenni ezeket a csodákat, ahol csak kimerjük nyújtani a kezünket, a betegek felé gyógyulni fognak. Mert a Szent Szellem mindenkin keresztül ki akar áradni, és ki is fog. Ez lesz az utolsó nagy kiáradás, amikor az egész Krisztus testét egybe fogja használni a Szent Szellem. És nem sztárok lesznek, hogy én imádkoztam meg, ilyen nagy nevű szolgáló, elfelejtős lesz. Az ötféle szolgálat arról szól, hogy felkészítse Krisztus testét a szolgálatra. Ezt írja az Efézus 4. Bányász ki magadnak, már nem fogom felolvasni. De ezt írja. Hát az ötféle szolgálat azon dolgozik, a pásztorok, tanítók, evangélisták, apostolok, proféták, hogy
a Krisztus teste tökéletesedjen addig, amíg ő maga lesz képes arra, hogy a Jézus Krisztusi munkákat, a hívő test minden tagja végezze. Ezért mondom, vigyétek az üdvösségkártyákat, és élővel és halottal, és mindenkivel beszélgessetek, hogy Jézus él, és feltámadt, és dolgozzatok meg, akivel csak találkoztok, beszélgessetek Jézusról. Hogy egyrészt te is nagyobb bátorságot kapjál, másrészt látsz, hogy a Szent Szellem hogy működik rajtad keresztül. Meg se próbálod, nem fogod soha tudni. Soha nem fogod tudni, hogy milyen élővé válik a Szent Szellem abban a pillanatban, amikor megérinted a másikat. Pedig ott lesz, és mint a szikra fogja megütni az illetőt. Fogja kérdezni, jaj, mi történt? És akkor mondta, hogy a drága Jézus feltámadt a halálból, az ő szelleme érintett most meg téged. Amen. Tudni kell, vége felé vagyunk ennek a gondolatsornak, hogy a fiúság szellemét kaptuk meg azáltal, hogy mennyei édesapának szólíthatjuk őt. A Szent Szellemet úgy hívja a Biblia Róma 8:15-ben, hogy a fiúság szelleme. Vagyis te igenis egy fiú vagy, de csecsemőként kezded, aztán leszel baba, aztán leszel iskoláskorú, stb. És leszel felnőtt korú. És a felnőtt korúak azokkal az Úr már máshogy beszél, mint a babákkal. Máshogy mennek a párbeszédek is. Más mindent vár el az Úr egy felnőtt korban lévő fiú gyermekétől, mint egy éppen újonnan született kis magzattól. És tudjuk, hogy hol a helyünk ebben, hogy hova növekedtünk. Mikor fog eljönni ez az óriási csoda dolog? A Efézus 4:13-at fogom elmesni. Míg eljutunk mindnyájan. Vagyis valóban el kell jutnunk. Növekszik a Krisztus teste, és addig eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, tehát ez alap, hogy belépjünk, és az ő megismerésének egységére. Amikor egységbe kerül a test, a krisztusi test, akkor jön ez a kiáradás. És azért nem lehet látni még ezt az óriási kiáradást, amit annyira várunk. Mert nincs még meg az egység a testben. Széthúzások vannak, viszálykodások vannak, szeretetlenségek vannak. És én ne legyek ennek bírája, csak látom. Nem mondom, hogy ki és mi, és nem mondok neveket, de azt látom, hogy nincs egység. És látom, hogy van szeretetlenség. És látom, hogy az egyik szolgáló megnyitja a száját, mit mond a másikról. És Jézus nem azt mondaná. Jézus nem azt mondaná. Akkor viszont nem a Szent Szellem által szólt, és akkor még nincs meg az a Szent Szellem egység. És ez Szejla, itt mindenkinek gondolkodnia kell. Mert várjuk nagyon azt a végső kijáradást, de ahhoz kell ez az egység. Hogy mondd meg nekik, hogy nincs tartozásuk, hallottam tegnap a szellememben. Mondd meg nekik, hogy nincs tartozásuk. Minden ki lett fizetve. Szabad vagy. Nincs adósság. Az adósság el van törölve. Nem a svájci hitedről beszélek most, de az is elvégeztetik, ha hitben vagy. De a szellemi adósságod el van törölve. Tudod-e, hogy a mennyben a neved mellett nincs feljegyezve egyetlen betegség sem. És a neved mellett a mennyben nincs feljegyezve egyetlen bűnöd sem. Na, ezt naponta gondolkodj ezen. És ne azon, hogy mi tehettél, az még most forgatja és csavargatja, csűri csavarja az ennek, hogy ide jutottál, ilyen beteg vagy, meg mit tudom. Felejtsd el. Jézusnak ezek nem az ő saját gondolatai. Ne fogadd el a vádaskodásait. Te gyógyult ember vagy. Szabad ember vagy. És ha most nem tudod azt még a testedben megtapasztalni, attól még az vagy. Ez a százados hite.
Tudod, hogy nincs annál magasabb hit szint, mint a százados hite? Ment Jézushoz, és azt mondta, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Jézus szólta már ezt a szót? Akkor te gyógyult vagy. És ez az a hit, ami valóságba hozza. És nem adott föl, és nem adod alá, és nem hagyott, hogy a látás szerint leteperjen az ellenség a tüneteivel, mert te szabad vagy. Tudod-e, hogy annak vagy társ örököse, aki mindenek felett győzelmet aratott? Képzeld-e-szel? Aki mindenek felett, a betegség, a bűn, a halál, minden felett győzelmet aratott, és ennek a győztesnek mond a nevét. Jézus, ennek a gyönyörűséges király, Úr Jézus Krisztus, főpap, fejedelem, Isten fia, Jézusnak a társörököse vagy. Akkor az mind a tiéd, ami az övé. Mind a tiéd. Amikor azt hallottam, mondd meg nekik, hogy nincs több tartozásuk. Ezt tessék ezen gondolkodni naponta. El van engedve. Minden tartozás el van. Adósság el van törölve. Nincs. Isten felé semmivel nem tartozol. Szabad vagy. Mondja az ége, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Akkor nem kell hozzá több bizonyíték, ugye? Jézusnak nincs adóssága, mert mindenért fizetett. Jézust nem teheli bűn, mert ha az utolsó bűn is, ami még terhelte, addig nem tudott volna kijönni a pokolból. Az összes bűnünk rajta volt. Valamennyi bűnünk. De kijött új életre a pokolból, vagyis Jézusnak sincs adóssága a bűnnel szemben. Úgyhogy neked sincs. És ha még egy gondolatot hozzáveszünk, akkor feltettük a koronát erre a mai napra. És az így szól, hogy a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van. Mint kinek? Mint Istennek. És az még így szól, hogy hittem, és azért szóltam. És hiszünk mi is, és azért szólunk. A szívedben nézd meg, hogy ott él ez a hit, és ott van ez a gyönyörűség, ez a rész tulajdonosság, a rész örökös társ hit ott van a szívedben, és talán nézd meg, hogy miket szólsz. És ha mind a kettő helyére kerül, akkor garantáltan fogod látni az, hogy tényleg gyógyultan élhetsz. Mi van a szánkban? Jézus élete látható a mi halandó testeinkben. 11-es vers írja. 2 Korintus 4-ben. Kedvenc igém. Jézus olyan csodálatos teljességben él az Atya jobbján, és az az élet az ott látható. Nem csak, hogy van, hanem kifejezetten hangsúlyozza. Látható. Akkor az meglátható a vérnyomásodban, meglátható a köszvényben, meglátható a sipolyban, meglátható, mindenet érdet kell hajtani, és el kell tűnnie erre a csodálatos életre, ami benned van. Amen. Aki nem hiszi, járjon utána. Kell olvasni a Bibliát többet, mert ez úgy hangzik, mint egy tündérmese, amikor az ember ezt végighallgatja. De ha elkezdesz utána olvasni, a lapok közé benézni, egyetlen egy bűn sincs felírva a mennyben, amit elkövettél. Egyetlen egy betegség sincs felírva a neved mellé, hogy azt végig kell szenvedned. Akkor kérdezem én, hogy miért vagyunk betegek? Ma teszünk pontot a betegségek végére, mert hittel fogunk, értetek, úgy imádkozni, hogy nem csak az én hitem, hanem a közös hit lesz jelen. Tehát amíg együtt vagyunk, és az olajjal való megkentés folyik, addig megkérlek benneteket, hogy a ti hiteteket is nyújtsátok előre, és legyünk abban a hitben, hogy olyan egységben legyünk, mintha éppen te ülnél ez a széken, és érted, imádkoznánk.
Tehát gondold meg, hogy amikor a másikkal jót cselesz, amikor a másiknak adsz abból a szeretetből, ami benned van, akkor ez a szeretet rajtad is átfolyik, és árad, és majd téged is teljessé tesz.